Trianonra emlékeztek, a hagyományokhoz híven együtt ünnepelt a megyei önkormányzat, a megyei kormányhivatal és a megyeszékhely. Emlékezzünk, hogy emlékeztessünk. A Pócs Petri kommunista per évfordulójára emlékeztek a szabolcsi településen. Amit lehet, megnyertek. 4 aranyérmet, 3 ezüst és 3 bronzérmet szereztek a világbajnokságon az újfehértói kempósok. Nagy Magyarország keresztre feszítésének napja volt 1920. június 4-e péntek. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Padányi Viktor történész szavaival emlékeztek a 96 éve aláírt trianoni békeszerződésre Nyíregyházán. A hagyományokhoz híven együtt emlékezett a megyei közgyűlés, a megyei kormányhivatal és a megyeszékhely a nemzeti összetartozás napjára. Ez az archív felvétel Versailles-ban készült 1920-ban, a fehér szakállas férfi grúp Aponyi Albert, a magyar küldöttség vezetője, aki hiába mondta el 3 nyelven álláspontját, nem hallgatták meg. Ez pedig az úgynevezett vörös térkép, ezt vitte magával a későbbi miniszterelnök Teleki Pál. Vörössel jelezte, hogy hol élnek magyarok a Kárpát-medencében. Ez sem érdekelte a győztes hatalmakat. 1920. június 4-én a történelmi Magyarország területének 2/3 lakosságának felét elvesztette. Tisztán látom azokat a veszélyeket, amelyek a béke aláírásának megtagadásából származnak. Erre emlékeztek az évforduló előtt egy nappal Nyíregyházán. Nem a bukás a végzet, hanem a lemondás, mondta az ünnepségen Kozma Péter megyei kormány megbízott. Aponyi Albert ekkor azt mondta, a történelmi Magyarország tehát Európában egyedülálló természetes földrajzi és gazdasági egységgel rendelkezik. Területén sehol nem húzható természetes határok, és egyetlen részét sem lehet elszakítani anélkül, hogy a többiek ezt meg ne szenvedjék. Helyese öngyilkosnak lenni csak azért, hogy elkerüljük a gyilkosságot. Ezzel a gondolattal kezdődött a Kossuthos diákok műsora. Június 4-e hasonlóan fontos dátum a magyarok életében, mint március 15 és október 23, azonban nem lemondóan és sajnálkozva kell ezekre az eseményekre emlékezni, fogalmazott Sesták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnöke. A trianoni csonkítás nem ért véget az okmány aláírásával és végrehajtásával, következményeiben máig hat. 1920. június 4-ét követően a mai napig számos alkalommal írták és írják újra és újra a lelki trianont, a nemzeti széthúzás, megosztás és kishitűség, a merjünk kicsik lenni mesterei. Azok, akik a 2004-es szégyenteljes népszavazási kampányban a lelki trianon mellett kampányoltak. Kettős állampolgárságot azóta már 1 millióan igényeltek, tette hozzá az elnök. A megemlékezésen Nyíregyháza alpolgármestere Úrik Attila kiemelte, az elszakított területekkel egyre széleskörűbb oktatási és gazdasági kapcsolatot épített ki már a Magyarország. Június 4-én a közel 15 milliós magyar nemzet összetartozását ünnepeljük. A megye és a városvezetés végül közös koszorút helyezett el a megyeháza falán. Átadták a felújított bújtosi szabadidő csarnokot, amely mostantól a Continental Arena nevet viseli. A közel 2,1 milliárd forintos állami támogatásból megépült létesítmény új külsőt kapott, és belül is teljesen megújult. A multifunkcionális csarnok a sportrendezvények mellett koncerteknek és kiállításoknak is otthont adhat a jövőben. Ilyen volt, és ilyen lett. Az idén 28 éves csarnok felújításának első üteme 2014 nyarán kezdődött el. Akkor az energetikai korszerűsítés mellett kicserélték a nyilászárókat, valamint új külsőt kapott az épület. A belső átalakítás során megtörtént a teljes épületgépészeti rendszer, a légkezelők és az informatikai rendszer cseréje, valamint modernizálták az eredményjelző berendezéseket és a hangosítást is. A csarnok befogadó képessége mobil lelátók beépítésével 2500 főre bővült. Kialakítottak 6 VIP páholyt és több rendezvénytermet, valamint megtörtént az épület teljes akadálymentesítése is. Az egyik fő funkciója a sport, a versenysport, és kiemelten a nemzetközi sportesemények helyszíne,
és hát én beszéltem a tegnap előtt a francia hölgyel, aki ennek a Euróliga csoportmesternek a supervisora, és azt mondta egyszerűen csak, hogy fantasztik. A felújítás közel 2,1 milliárdos költségét teljes egészében a magyar állam biztosította. A sportért felelős államtitkár szerint minden igényt kielégít a multifunkcionális csarnok. Tényleg azt lehet mondani, hogy minden igényt kielégítő, akár hogyha a sportolókat nézzük, az élsportot, akár a szabadidő sportot, akár kulturális események, akár a nézőket, hogyha nézzük, vagy a támogatókat, mindenkinek tökéletes. Tényleg azt lehet mondani, hogy az országban egyedülálló sportcsarnokról van szó, és nagyon nagy öröm számunkra, hogyha a sport létesítményt adhatunk át ilyen minőségben. Az új csarnok első rendezvénye egy háromnapos női röplabda Európa Liga torna. Magyarország mellett Szlovénia, Görögország és Románia válogatottja lép pályára. Az időjárás viszontagságai miatt egyre kevesebb területen termelnek kalászosokat Magyarországon. A vetőmagtermesztők legfőbb feladata, hogy olyan fajtákat kísérletezzenek ki, amelyek ellenállnak a forró és aszályos nyárnak. A tavalyi évben búzában már országszerte kimagasló hozamot értek el. Különböző méretűek és fejlettségűek ezek a kalászosok a tímári kísérleti parcellákon. Az időjárás viszontagságai miatt újfajta növényekre és új feladatokra kell felkészülniük a vetőmagnemesítőknek. Leginkább a hőség és a szárazság okoz problémát a mezőgazdaságban, amire az elmúlt évek tapasztalatai alapján már egyre inkább felkészültek a gazdák. Átalakulóban az időjárásunk kevesebb csapadék hullik, magasabb hőmérsékletekre emelkednek fel nyári hónapokban, akár több 5-10 napig is, amikor már 38 fokok előfordulnak, és ezeket a növényeket, ezeknek a átvészelésére kell kikísérletezni, hogy mik azok, amik ezeket a nagy kríziseket át tudják hidalni. A mezőgazdasági ágazat kitettsége miatt a szántóföldi növénytermesztés mérete folyamatosan csökken, viszont vannak olyan növénykultúrák, amelyek már ellenállnak a megváltozott időjárás viszontagságainak, és a korábbi évekhez képest magasabb hozamot tudnak produkálni. A búza majdhogy nem kimagasló eredményeket ért el. 5 tonna per hektár fölötti országos átlaghozamról beszélünk, ugye egy csökkenő terület, de növekvő hozam, viszont a kukorica esetében egy közel 30%-os visszaesés volt. Ugye itt hallottuk, hogy talán 50% körüli volt ebben a térségben, ez országos átlagban 30% volt, ami az egész ágazat kibocsátását meghatározta. A rendezvényen a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy jó irányba halad a megye szakmai fejlődése, a piaci sikerek eléréséhez pedig összefogásra van szükség. Itt most azt látom, hogy az irány azért is jó, mert összefognak, összedolgoznak azok a szakemberek, akik ezen a területen dolgoznak, a legújabb szakmai ismereteket megvitatják, és így lehet akkor itt hazai piacon és a világpiacon is helytállni. Vinnai Győző azt is kiemelte, hogy a mezőgazdaság egyik legfőbb célja a jó minőségű és az egészséges élelmiszerek helyi előállítása. Nem lesz túl sok pályázó Siffer András társelnöki helyére, mondta Ikotiti István, az LMP országgyűlési képviselője pénteken Nyíregyházán. Neveket nem mondott a politikus, mert a párt kongresszuson választja majd meg Siffer utódját. Az országgyűlési képviselő, aki egyébként oktatási kérdésekről tartott tájékoztatót, azt mondta, őt nem lepte meg, hogy Siffer András lemondott. Azt gondoljuk, hogy a politikusnak szüksége van arra, hogy más terepet is lásson, hogy kimozduljon ebből, hogy ne fásuljon bele, fel tudjon frissülni, olyan tapasztalatokat nyerjen, ami nem csak a parlament pacsoraiból érkezik hozzá. És ezért mi ezt teljesen elfogadhatónak tartjuk, hogyha megnézik, korábban is lehet más a politika történetében, például Kófer Virág volt az, aki maga lemondott a mandátumáról egész 2 év után, és átengedte másnak, Szél Bernadettnek. Tehát ez a pártunkban ez egy teljesen természetes dolog. 1948. június elején Pócs Petriben egy rendőr halálosan megsebesítette saját magát. Ami ezután jött, az soha senki nem felejti a településen. Erről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Közel 20 millió forintból újult meg a Magiszter Alapítványi Óvoda és Iskola Tiszavasvári Tagintézményének tornaterme. A padló új borítást kapott, emellett 2 új kosárlabdapalán került a falakra, valamint felújították az öltözőket és a vizes blokkokat is. 4 aranyéremmel, 3 ezüsttel és 3 bronzéremmel tértek haza az újfehértói kempósok a bukaresti világbajnokságról.
A négy versenyző az elmúlt hétvégén első alkalommal megrendezett budapesti Grand Prix pénzdíjas tornán is felállhatott a dobogó tetejére. A Pócs Petri koncepciós per áldozataira emlékeztek ma a szabolcsi településen. 1948-ban ezen a napon egy rendőr halálosan megsebesítette saját magát, amikor a helyiek az iskola államosítása ellen tiltakoztak. Az esetet a kommunista rezsim gyilkosságnak állította be azért, hogy a katolikus egyház befolyását megtörjék. A helyi edzőt kivégezték, sokakat pedig súlyos börtönbüntetésre ítéltek. Pócs Petrit sokáig rendőrgyilkos faluként ismerték. 68 évvel ezelőtt a község lakói iskolájuk államosítása ellen tiltakoztak, amikor a kivezényelt rendőrök közül egyikük puskája elsült és halálosan megsebesítette magát. A balesetet gyilkosságnak minősítették, bűnösként pedig a jegyzőt, Királyfalvi Miklóst és a plébánost, Asztalos Jánost vádolták meg 1948-ban. Akkor így jelentették be a hírt. Megkikolták Takács Gábor rendőr alhatnagyot. Az útisókat, aki a véregre szerint előkészítette, megszökött. Talmakatalban találtak rá. A gyilkos bűntársai még a távbeszélő drótot is elvágták. A megvádoltakat kivételes gyorsasággal koncepciós perben ítélték el, Királyfalvit kivégezték, Asztalost életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. A Rákosi Mátyás vezette rezsim célja az volt, hogy megtörje a magyar katolikus egyház társadalmi befolyását. Az áldozatok emlékére ma ünnepséget rendeztek a településen. Itt elhangzott, előreláthatóan a miniszterelnökség Nemzeti Emlékhelyi és Kegyeleti Bizottsága hamarosan történelmi emlékhelyé nyilvánítja a tragikus események helyszínét, az Irinyi kúriát. Itt jelenleg a polgármesteri hivatal működik. Külön napirendben határozott a Nemzeti Emlékbizottság ezüggyel kapcsolatban is javasolja a kúriának ezt emlékhelyen nyilvánítani. Évente egyszer döntenek ebben az ügyben, és bízunk benne, hogy ez sikeres lesz számunkra ez a döntés. A Pócs Petri per utolsó vádlottja Som István volt, aki a faluban tanított. 15 évet ült börtönben. Som István ez év áprilisában hunyt el, a nyíregyházi északi temetőben helyezték örök nyugalomra. A fővárosi bíróság 1993-ban felmentette, és ezzel hivatalosan is lezárult a Pócs Petri ügy. A koncepciós per újra tárgyalását Helmeci László ügyvéd kezdeményezte, ami a rendszerváltás előtt óriási kockázatot jelentett. Amikor én ezt elvállaltam meg, amikor az első felmentő ítélet megszületett, akkor még nem tudtuk azt se, hogy mikor lesz rendszerváltás, és ha lesz, akkor milyen körülmények között átadják-e a hatalmat a korábbi hatalmon lévők békésen, vagy nem úgy. Úgyhogy nem, amikor egy ilyen ügyet elvállal az ember, nem mérlegeli az, hogy mi a kockázat. Ártatlanul elítélt, halálítélt embereknek, a családjuknak kellett segíteni. Helmeci László Som István özvegyével és fiával koszorúzta meg az Irinyi kúria falán elhelyezett emléktáblát. A rendezvényen Baracsi Endre, a megyei közgyűlés alelnöke is koszorúzott. Emlékeznünk kell ezekre a dolgokra és ezekre a sajnálatos eseményekre is, hiszen itt Pócs Petribe is egy végletekig romlott rendszernek a lenyomatát láthatjuk, és az, hogy bármit meg lehetett tenni egy emberrel, bármit meg lehetett tenni egy közösséggel, tényleg egy elképesztő eszmének a védelme érdekében. A településen pályázati forrásból felújították a teleház egy részét és bővítették is. Itt alakították ki az úgynevezett büszkeségpontot. Itt tekinthető meg a Pócs Petri ügy kiállítási anyaga. Két baleset is történt a megyében. Újfehértón eddig tisztázatlan okból egy kis teherautó fordult be balra, amikor szemből belement a szabályosan közlekedő Opel. Az autósofőrje, egy hölgy megsérült, őt kórházba szállították, az anyagi kár jelentős. Tornyospálcán pedig egy mellékútról kanyarodott a Kossuth utcára egy terepjáró úgy, hogy egy motor elé fordult. A motor vezetője súlyosan sérült, szilánkosra tört a lábszára. A rendőrség vizsgálja a balesetek körülményeit.
Közel 20 millió forintból újult meg a Tiszavasvári Magiszter Alapítványi Óvoda és Iskola tornaterme. A padló új borítást kapott, emellett két új kosárlabda palán került a falakra, valamint felújították az öltözőket és a vizes blokkokat is. Április végén kezdődött a felújítás, és csütörtökön már át is adták a felújított tornatermet. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által 5 évvel ezelőtt elindított sportágfejlesztési program keretében nyújtotta be a TAUS pályázatát a tornaterem felújítására a Tiszavasvári Sportklub. A tornaterem teljes megújítása, itt a burkolatcsere, festés, bordásfalak és minden egyéb lakkozása. Új palánkok vannak felszerelve, ugye modern, falra behajthatós, magasságban állíthatós palánkok. Itt az öltözők teljes komplet felújítása és a vizes blokkok és a szociális helyiségek felújítása. A közel 20 millió forintos beruházás 30%-os önrészét a város önkormányzata biztosította. Nem lehetett egy másodpercig sem kérdés, hogy a képviselőtestületünk, az önkormányzat vezetése támogatja-e ezt a fajta pályázati kiírást. És hát örömmel és büszkén mondhatom, hogy egybehangzóan a testület minden tagja támogatásáról biztosította az iskola vezetését és természetesen a sportbarátokat. Vinnai Győző országgyűlési képviselő szerint fontos, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek is megkapják a lehetőséget tehetségük kibontakoztatására. Minden gyermekben ott van valamilyen tehetség, vagy sportolási tehetség, vagy művészeti tehetség, vagy éppen a tanulás terén elért eredmény. És nekünk fontos a jövő Magyarországa szempontjából, hogy ezek a tehetségek felszínre kerüljenek, és itt Tiszavasváriban a Magiszter Alapítvány segítségével nagyon-nagyon sok hátrányos helyzetű családból érkezett gyerek tapasztalhatja meg önfelett örömmel a sportolás lehetőségét. A Tiszavasvári intézményben 490 diák jár, ami azt jelenti, hogy egész nap foglalt a tornaterem. A testnevelés órákon, ugye, ami a mindennapos testneveléshez is kötődően heti 5 órát jelent, ezen kívül a kosár és a foci edzésekhez, hát szinte azt lehet mondani, hogy kora reggeltől késő estig tele van ez a terem, ezért is nagy öröm számunkra, hogy így ki tudjuk teljes mértékben használni. Az átadó ünnepségen a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének főtitkára Bodnár Péter elmondta, hogy a jövőben is támogatnak minden olyan pályázatot, amelynek segítségével megújulhat egy tornaterem vagy kültéri kosárlabdapálya. 4 aranyéremmel, 3 ezüsttel és 3 bronzéremmel tértek haza az újfehértói kempósok a bukaresti világbajnokságról. A 4 versenyző az elmúlt hétvégén első alkalommal megrendezett budapesti Grand Prix pénzdíjas tornán is felállhatott a dobogó tetejére. A kempó egyik fellegvárának számító Románia fővárosa adott otthont a sportág 13. világbajnokságának. A 31 versenyző számláló magyar válogatottban 4 képviselték az újfehértói kempó harcművészeti esélyt. A magyarok a 16 év alatti kategóriában megnyerték a csapatversenyt, a felnőtteknél pedig a második helyen végeztek. Az újfehértói kempósok mindegyikének nyakába került egy aranyérem. 4 mentek ki, mind a 4 nyert egy aranyérmet, azon kívül 4 arany, hiszem 3 ezüst, 3 bronzérmet nyertünk a újfehértőiak, és Lovas László Pásztor Ádám a felnőttek között önvédelembe világbajnok lett. A 2 fiatal, a Szabó Tibor Benedek meg a Kis Krisztián, ők Kis Krisztián Submissionbe, az egy birkózó szám, abból lett aranyérmes, a Szabó Tibor Benedek pedig a Semi Kempo, az egy ilyen boxkágy hasonló, ahhoz abból lett világbajnok. Az edzőként is tevékenykedő Pásztor Ádám az arany mellett 2 bronzérmet is szerzett Bukarestben, így érthetően elégedett a szereplésével. Minden világbajnokságra ugyanúgy gőzerővel készülünk. Én úgy érzem, hogy mindent beleadtam én is, és a csapatom többi tagja is, és szerintem jól sikerült 1 aranyéremmel, 2 bronzéremmel. Szerintem minden, amit tudtam, beleadtam. Szabó Tibor Benedek 3 számban is tatamira lépett Bukarestben, ahonnan 2 éremmel tért haza. Indultam submissionben, full campóban és semi campóban, de semi campóban lett aranyérem, submissionben meg 3. hely bronzérem. Az újfehértói kempó harcművészeti ese az elmúlt hétvégén 8 versenyzővel vett részt az első alkalommal megrendezett budapesti Grand Prix pénzdíjas tornán. A megszerzett 7 arany, 6 ezüst és 3 bronzérem a csapatverseny második helyét jelentette az újfehértóiak számára.
A híradó végén egy jó hír, bejutott a csehországi Prostejovban rendezett több mint 100 ezer euró ösztöndíjazású salakpályás torna döntőjébe Fucsovics Márton. A világranglistán 204. helyen jegyzett nyíregyházi teniszező az elődöntőben a 69. helyezett spanyol Cervantest verte simán 6-2-6-2-re. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Nagy Magyarország keresztre feszítésének napja volt 1920. június 4-e péntek. Padányi Viktor történész szavaival emlékeztek a 96 éve aláírt trianoni békeszerződésre Nyíregyházán. A hagyományokhoz híven együtt emlékezett a megyei közgyűlés, a megyei kormányhivatal és a megyeszékhely a Nemzeti Összetartozás napjára. A Pócs-Petri koncepciós per áldozataira emlékeztek ma a Szabolcsi településen. 1948-ban ezen a napon egy rendőr halálosan megsebesítette saját magát, amikor a helyiek az iskola államosítása ellen tiltakoztak. Az esetet a kommunista rezsim gyilkosságnak állította be azért, hogy a katolikus egyház befolyását megtörjék. A helyi edzőt kivégezték, sokakat pedig súlyos börtönbüntetésre ítéltek. Az időjárás viszontagságai miatt egyre kevesebb területen termelnek kalászosokat Magyarországon. A vetőmagtermesztők legfőbb feladata, hogy olyan fajtákat kísérletezzenek ki, amelyek ellenállnak a forró és aszályos nyárnak. A tavalyi évben búzában már országszerte kimagasló hozamot értek el. A Kölcsei Televízió híradóját látták június 3-án pénteken. Szombaton és vasárnap hírösszefoglalóval, a krónikával, hétfőn este pedig friss hírekkel várjuk Önöket. Műsorainkért és további hírekért addig is bönkészszék honlapunkat. Köszönöm figyelmüket, jó hétvégét, viszontlátásra! Szombaton a maihoz hasonló változékony időre számíthatunk. A Kárpát-medence időjárását meleg, labilis egyensúlyi állapotú levegő alakítja, amiben kedvezőek a feltételek záporok, zivatarok kialakulásához. Éjjel közepesen felhős idő várható, eleinte záporok is előfordulhatnak még. A mérsékelt változó irányú szél gyenge marad. Reggelre általában 13 fokig csökken a hőmérséklet. Szombaton napközben változóan felhős idő valószínű, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Elszórtan várható záporeső, esetleg egy-egy zivatar. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, zivatarban átmenetileg megerősödhet. Délutánra 25 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincs térségünkben. Nagyon erős UVB sugárzás várható, ezért a déli, kora délutáni órákban ajánlott elkerülni a napon való tartózkodást. Még vasárnap is marad a záporokkal, zivatarokkal tarkított változékony, de alapvetően meleg időjárás. Majd egy hideg front átvonulásának köszönhetően a jövő hét első napjaiban sok napsütésre van kilátás csapadék nélkül. Hétfőn többfelé erős lesz az északi a szél. A hőmérséklet lényegesen nem változik, átmenetileg 1-2 fokkal csökken.